többi cég megállapítja, hogy az alperes a 2011 március első napja és 2011 május első napja közötti időszakban Gyöngyöspatán tartózkodó a Szemjövőért Polgárőr Egyesület, a Véderő és a Betyársereg tagjaival szembeni közbiztonságvédelmi tevékenysége során elmulasztott intézkedéseivel zaklatás valósított meg a gyöngyöspatai roma közösség tagjaival szemben, amivel megsértette az egyenlő bánásmódhoz való jogukat. A törvényszék megállapítja, hogy az alperes a 2011 május első napja és 2011 november 30. napja között időszakban Gyöngyöspatán folytatott szabálysértési eljárási gyakorlatával közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg a gyöngyöspatai roma közösség tagjaival szemben, amivel megsértette az egyenlő bánásmódhoz való jogukat. Kötelezi a törvényszék az alperest, hogy 15 napon belül saját honlapján tegye közzé az ítélet rendelkező részét, és ugyancsak 15 napon belül a Magyar Távirati Irodával is közölje azt. A törvényszék a felperes keresetét ezt meghaladóan nem utasítja. A szabad bizonyítás alapján a felek valamennyi bizonyítási eszköz vonatkozásában élhettek a bizonyítás lehetőségével, éltek is, és a bíróság igen széleskörű bizonyítást lefolytatva a tárgyalás berekesztésének időpontjában döntési helyzetbe került a törvényszék, mind a felperesi, mind az alperesi permi legitimációt különböző is vizsgálta, és megállapította, hogy a felperesi jogosult volt a közérdekű kereset előterjesztésére, és az alperessel szemben volt lehetősége az egyenlő bánásmód megsértésére alapított személyiségi per megindítására. A törvényszék a perben a felperes azon jogi álláspontjával egyező álláspontra helyezkedett, hogy az adott perbeli jogviszony vonatkozásában az alperest pozitív tartalmú alapjogvédelmi kötelezettség terhelte, hogy a nem vitással megfélemlített roma közösség tagjait megvédje, és a törvényszék álláspontja szerint azzal a mulasztásával, hogy fenntartotta a roma közösséggel szemben kialakult megfélemlítő, megalázó, megszégyenítő támadó környezetet, ezen roma közösség tagjait zaklatásban részesítette. Nincsen szükség rasszista szándékra, rasszista célzatra ahhoz, hogy a zaklatásnak a személyiségi jogi tényállását a törvényszék megállapítsa. Ilyet a felperes a per során nem állított, ilyet a törvényszék a személyiségi perben nem állapított meg. A rendőrségről szóló törvény 13. paragrafus első bekezdése alapján a Gyöngyöspatán szolgálatot teljesítő rendőröket intézkedési kötelezettség terhelte, azonban a rendőrségi törvény 13. paragrafus második bekezdése értelmében részlehajlás nélküli intézkedési kötelezettség terheli a intézkedő rendőrt. A második időszak vonatkozásában az alperes a szabálysértési eljárási gyakorlatával a gyöngyöspatai roma közösségnek az egyenlő bánásmódhoz fűződő személyiségi jogát megsértette. Nem vitásra ezek az események olyan széles hazai és nemzetközi visszhangot kaptak, hogy a nyilvánosság ezen szélesebb körének az alkalmazását a törvényszék indokoltnak tartotta a felperes keresetik kérelmével egyezve, de ugyancsak indokoltnak tartotta a törvényszék azt, hogy a kötelezze az alperest, hogy a saját honlapján is közzé tegye a elégtételadási kötelezettséggel összefüggésben az ítélet rendelkező részében foglaltakat.